2023 nyarán adták át Tokaj első ötcsillagos szállodáját. A hotel száz férőhelyjel nyílt meg, amely jelentősen befolyásolta a város idegenforgalmi eredményeit is, mondta a 35 perci műsorunkban Posta György Tokaj polgármestere. A vendégészakák tekintetében is már most október 30-ával meghaladtuk a tavalyi összes vendégi éjszaka számot, és az ebben az évben valószínűleg el is érjük a 85 ezer vendégi éjszakát. Tavaly egész évben 65 ezer és ezt úgy tűnik, hogy most jóval túl teljesítjük. Ennek a fő oka természetesen az, hogy két jobb illetve a magasabb színvonalú szálloda átadása került az elmúlt időszakban, ugye egy 55 szobás négy csillagos szálloda, illetve egy 5 csillagos 100 szobás szálloda átadásával azért a vendégi szakák számában ez jelentősen megmutatkozik. Mindenképpen ez, ez egy óriási erőrelépés volt, a Tokajban a térségben egyedülálló módon bővült a, szálláshelyeknek a minősége. Én azt hiszem, ez alapvetően meghatározta az ideérkező turisták számát is, és valószínűleg ez befolyásolja majd a jövőt is, mert azt gondoljuk, hogy ezáltal, hogy a szolgáltatások minősége javult, valószínűleg magasabb színvonalú, tehetősebb turisták is föl fogják keresni a várost. Nem véletlen ezért, hogy a Bodrogparti várost az ENSZ turisztikával foglalkozó szervezete a világ legjobb turisztikai célpontjai közé választott. Az idegenforgalom erősödése mellett azért az energiaválság miatt nehéz volt a település számára 2023. Nagyon nehéz év volt, és én nem hiszem, hogy a következő év is jobb lenne. Az energiárok valamilyen szinten azért visszaestek, de még mindig nagyon komoly kihívás, például a közvilágításnak a működtetése. Ebben azért korlátozásokat vezettünk be, kénytelenek voltunk, mert, mert egyébként nem tudtuk volna kifizetni a közvilágítást. Ugye egy kötelező feladat, és, és valamilyen szintű korlátozást bevezettünk ebből volt is némi elégedetlenség, de próbáltuk elfogadtatni az emberekkel, hogy azért így is megfelelő a világítás még az utcákban, de az energiárok megnövekedése miatt kényszernek voltunk hozzányúlni, és valamilyen szintű korlátozásokat bevezettünk az intézményekbe is. Ugye ennek voltak törvényi lehetőségei, mert valamilyen szinten az állam is korlátozta ez év elején, az energiaválság elején a, a, a hőmérsékleteket. Mi a, a kötelező feladatoknál, az idősek otthonánál, illetve az óvodánál ugye nem voltak ilyen korlátozások, a többi intézményekben mi is bevezettünk. Egyenlőre a kultúrás intézményekben van némi korlátozás, mert ott azért hatalmas épületeket fűtünk, de reményem szerint a jövő év már valamilyen jobb is lehet, de még mindig korlátoznunk kell annak érdekében, hogy a költségvetésünket egyensúlyban tudjuk tartani. A jövő évre is maradt fejlesztés, a sétáló utca megújul 800 méteren, újabb zöld területeket alakítanak ki, és az aranysas fogadót is megújítják, az áruházat pedig lebontják. Olyan szolgáltatásokat vezetnek be, amelyeket a turisták is élvezni fognak.